Füvet nyírnak, bokrot vágnak, különféle parkrendezési munkákat végeznek a fiatalok ezen a korábban készült felvételen. Közös bennük, hogy diákmunkaprogram keretében jutottak a lehetőséghez. Hozzájuk hasonlóan nyáron sok iskolás dönt úgy, hogy munkát vállal a szabadidő hasznos eltöltése, és nem utolsó sorban a pénzkeresés miatt. A 2013-ban indult program idén is 4000 szabolcsi fiatalnak segít ebben, melyhez a kormány közel 500 millió forint támogatást biztosít megyénkben, hangzott el a részleteket ismertető Máté szakmai sajtóeseményen. Két fontos alappillér van a programnak, az egyik az önkormányzati láb. Itt 6 órás foglalkoztatás keretében a munkabérnek a 100%-át támogatják a foglalkoztatási osztályaink. Másik az pedig a gazdasági szféra. Itt kifejezetten a mezőgazdaság és a turizmus vendéglátás ágazat van nevesítve. Itt 8 órás foglalkoztatás esetében a 75%-át tudjuk odaadni a munkabérnek. Azt gondolom, hogy ez utóbbi azért is rendkívül fontos, mert az ország újraindítása szempontjából ez is egy óriási segítség azoknak a turizmus vendéglátás területén dolgozó cégeknek, akik az elmúlt években bizony nem tudták a tevékenységüket folytatni. A 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok június 15-ét követően tudnak regisztrálni a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán, a program pedig július 1-én rajtol. Azoknak a foglalkoztatóknak is kérelmet kell benyújtaniuk, akik fogadnának iskolásokat a nyáron. Pápai Gréta már 3. éve dolgozik diákmunkásként a turizmus vendéglátás szektorban. Szerintem nagyon fontos az, hogy fiatalon is megtanulják már a gyerekek, a fiatal felnőttek, hogy mennyit is ér a munkájuk, és hogy mennyit kapnak ezért. És szerintem ez egy remek tapasztalat, hogy belekóstoljanak abba, hogy milyennek is a felnőtteknek a világa. És szerintem még a turizmus azért is jó, mert ott sok mindent tud kamatoztatni, az angol nyelvtudást, a különböző németet esetleg, és olyan helyzetek elé is állítja, ami teljesen váratlan, és rögtön kell rá reagálni. Szerintem ez egy remek gyakorlat tud lenni. A támogatás alapja mindkét területen a minimálbér, illetve a garantált bérminimum. Így havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkaköröknél fejenként közel 165 000 forintot, azoknál pedig, amelyeknél nincs szükség ilyenre, mintegy 125 000 forintot kaphatnak a fiatalok. Amellett, hogy így a 2 hónap során akár több mint 300 000 forintot is megkereshetnek, fontos tapasztalatot szerezhetnek és kötelezettségeiket is megtanulhatják. Egyfajta mintát ad ahhoz, hogy mindenki a maga idejében hozzá tud tenni valamit ahhoz a gazdasági szervezethez, akár önkormányzati, legyen parkosítási munka, vagy csak egy irathordozó, bocsánat azért a kifejezésért, tehát egy ilyen hivatal segédi munkakör, de mégiscsak csinálni kell valamit, és ezért fizetést kapnak. Tehát a felelősség és a fizetés, a munkának a nemessége, azt gondolom ez a legfontosabb üzenete. Az országos diákmunkaprogramra 2013 óta több mint 20 milliárd forint jutott, ami összesen 210 000 középiskolást és egyetemistát segített pénzkereseti lehetőséghez.